Köszöntöm minden kedves nézőnket a Jánosházi Krónika mai adásában. Tekintsük át röviden az elmúlt időszak eseményeit. A magyar kultúra ünnepe televíziónk segítségével, illetve 9. Vasmegyei Gasztronómiai Fesztivál Győrváron. Január 22-e a magyar kultúra ünnepe. Úgy tűnt, hogy egy nappal korábban, 21-én péntek este hagyományos módon ünnepelhetünk az idei esztendőben. A rendezvény meg is lett hirdetve a művelődési házba, de egy nappal az esemény előtt a járványra hivatkozva lefújták a műsort. Ekkor televíziónk sietett a rendezők segítségére, ha a színpadon nem is, de legalább a képernyőn keresztül méltó módon ünnepelhessük a magyar kultúrát. Pénteken este a zenés produkciókat rögzítettük a művelődési ház színpadán, először az animátóének együttes műsorát vettük fel, majd a Kenyeri Daloskör mutatta be produkcióját. A versmondó produkcióit stúdiónkban rögzítettük. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Hasonlóképpen vettük fel Balhási Imrénék köszöntőjét is. Az elmúlt év országos eseményei ugyan nem tették lehetővé a közös ünnepléseket, mint ahogy ma sem. De tudom, tudjuk, van egy helyi közösség, ami minden nehéz időszakban próbált örömet és kultúrát juttatni azokhoz, akik ezt igényelték. Így tehát az elkészült műsorral végül méltó módon tisztelekhettünk a magyar kultúra ünnepén. Ez az egész csak egy Grimm mese. Tavaly októberi rendezés után az idén ismét rendes idejében tartották meg a Vasmegyei Gasztronómiai Fesztivált. Immár 9. alkalommal. Győrváron ezúttal már csütörtökön elkezdődtek a felvezető programok, persze a fesztivál fő része idén is szombaton volt. Jánosházán már szerdán fogadták a megyénkbe érkező vendégeket Vajda Hunyadról. A báziskonyhán látták őket vendégül. A csapatot Winkler Gyula, az RMDS EU parlamenti képviselője vezette, akitől megtudhattuk, hogy milyen kapcsolatok vannak a megyék között. Vajda Hunyad és Szombathely már 32 esztendeje testvértelepülések, illetve már szinte 30 éve Vas megye és Hunyad megye is testvérmegyék, úgyhogy ez alatt az idő alatt sikerült kibővíteni a különféle testvérkapcsolatokat, a baráti szálakat, az együttműködéseket, nagyon-nagyon sok fajta együttműködést tudtunk kiépíteni. Ferenc István, az RMDS Vajdahunyadi szervezetének elnöke a magyar kormány és a Vas megye által nyújtott támogatásokról beszélt. Külön köszönetet szeretnék mondani Marton Ferenc megyei tanácselnök úrnak, mert úgy érzem, hogy érzi a mi problémáinkat is. Elég sokszor kijött Vajdahunyadra, támogatásba részesültünk, és hát örömmel mondanám azt, hogy ősszel egy gyönyörű bölcsődét nyitunk magyar kormánypénzből Vajdahunyadon, ami nekünk egy nagyon nagy előrelépés. Dr. Bende Barna főorvost az utazás céljáról is kérdeztem. Hát én, ahogy látják is, elég szeretek főzni, szeretek jó ízeket enni. Az, hogy a kórházban doktor úr vagyok, otthon szerintem és a kollégák is úgy látják, hogy elég jó szakács is vagyok. Mi tiszta szívből jövünk a győrvári gasztrofesztiválra, Böhler fesztiválra, itt vagyunk azt hiszem már 5-5-ször vagy 6-5-ször, meg is nyertük a fesztivált ezelőtt 2 évvel. Szombaton hajnalban Győrvár rendezvénytere már nyüzsgött a csapatoktól. A disznók sorban estek áldozatul a bölléreknek, hogy a lelkes kezek munkája során néhány órával később már a rendezvényre kilátogató érdeklődők kóstolhassák a belőlük készült finomságokat. Városunk hagyományosan támogatja a Böllér Fesztivált, a részletekről beszélgettünk Kis András polgármesterrel.
Tűzoltó egyesülettől megkaptuk a sárcát, amit felállítottunk, és mellette a csapatot elhoztunk, aki már itt van lassan 6. éve minden fesztiválon. Úgyhogy ebben járultunk hozzá, ez a szép rendezvényhez is. A Böllér Fesztivál egyik főszervezője a Millennium Polgári Egyesület. Marton Melindát a szervezés háttérmunkáiról kérdeztem, különös tekintettel arra, hogy most nagyon rövid volt az idő, hiszen az előző fesztivál tavaly októberben került megrendezésre. Hogy október 2-án volt az elhalasztott Böllér Fesztiválunk tavaly. Ugye az elszámolás és az újra beadási idő, tehát egy kicsit fette egymást, de hát így is meg tudtuk oldani. Hát köszönet az Agrárminisztériumnak, aki nagyon partner volt ebben, hogy hamar gyorsan átpörgettük az elszámolást, és akkor így be tudtuk nyújtani, és akkor így kaptunk is támogatást, is látszik a rendezvényen. Győrvár híres a rekordokról. Idén hivatalos rekordnak az idő rövidsége miatt nem álltak neki, de rekordot mégiscsak sikerült bizonyos formában felállítaniuk, ahogy arról Kacol Zsolt, a település polgármestere beszélt. Hogy 33 csapat van most jelen pillanatban a rendezvényünkön, ez szintén egy rekord. Mi a rekordokat szeretjük a gasztronómiában, de akár mindenben a falunk egy ilyen gasztrorekordok felállításában jeleskedünk állandóan. 10 Kárpát-medencei csapat, de határon túli csapat is van a rendezvényünkön, és több ezer vendéget várunk a mai rendezvényre. A hivatalos megnyitón V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő egy történeten át mutatta be, miért is lehet ingyenes egy ilyen nagyszabású fesztivál, mármint a nézők szempontjából. Oda jött hozzám egy ember, és azt mondta, az derült ki, hogy ő győri talán. És azt mondta, hogy mi az itt, hogy itt ingyen be lehet jönni, meg ingyen lehet enni? Mondja meg ezt nekem. Hát mondom, azért, mert így döntöttünk, de magával akár kivételt is tehetnénk, de nem ez a lényeg. Most mondhatnánk azt, hogy azért, mert az Agrárminisztérium évről évre ezt támogatja. 33 csapat indult a Böllér versenyen. Finomabbnál finomabb ételeket készítettek, így a zsűrinek idén is nehéz dolga volt. Az idei minden eddiginél nagyobb böllérverseny első díját Vajda Hunyad nyerte, a második Oszkó lett, a harmadik pedig Nemes Keresztúr, innen is gratulálunk neki. A közönségdíjat Egyházas Hetye kapta, a zsűri külön díját pedig Óbecse. A legjobb böllért Gersekarát adta Azanger János személyében. A Böllér Fesztivál hús adományát V. Németh Zsolt képviselő adta át dr. Székely János megyés püspöknek. A jótékonysági akció kedvezményezettjei rászoruló családok lesznek, nekik a szombathelyi egyházmegyei karitász osztja szét az adományt. A színpadon folyamatosan voltak fellépők. A helyi Bomba Buli zenekar melegítette be a többieknek a deszkákat a délelőtt folyamán. A Gyöngyös Hermáni Nótakör és Ambrus Tomi után a Kármentő zenekar is zenélt, de a legnagyobb sikere minden bizonnyal a Szarvaskendi Zöld Küllő Egyesület bolond esküvőjének volt, akik farsangi hangulatot varázsoltak a térre. Gyöngyöt, győrvári szeszfőz, de szakramentusz, látjátok már ez sem egy nagyon. Azért gyűltünk ma itt összetestvéreim, hogy ne legyünk szerte szét, és hogy meghallgassátok a mai napra elrendelt igét. Dicsértessék! Szép menyasszony, neve Bella, csösdagadó és Debella. A bőlegény, cingárlegény, pöcslógató Béla szegény. Ennek a hangulatnak kitűnő megalapozói voltak a délelőtt folyamán a Mohásról érkező busók, akik egész nap járták a tömeget. De aki akart, hagyományőrző solymászokkal is fotózkodhatott Győrváron. Aki ellátogatott szombaton Győrvárra, minden bizonnyal megtalálta a neki tetsző programot és a hozzáillő finomságokat is. Ennyi fért mai krónikánkba, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorunkkal hamarosan újra találkozhatnak a képernyőn.